Látok olyan bejegyzést, hogy barna kenyerek, a vírus is kívül. Látok olyan bejegyzést, hogy barna kenyerek. Szeretettel köszöntöm Önöket az 5 volt 10 őszki csoportnak a kiállításán, a Haiku című kiállításán. Én Hanka Nóra vagyok, a galéria munkatársa. És elsőként szeretném köszönteni a vendégeink közül Kucsák László alpolgármesterét, a 18. kerület alpolgármesterét, országgyűlési képviselőt. Szeretném köszönteni Kuniki Kasuta első kisfelúrat, kulturális attasét, illetve szeretném Kawaguchi Shinji, a Budapesti Japán Iskola igazgatóját, és Szakai Keikót, a Budapesti Japán Iskola igazgató helyettesét köszönteni. Elsőként... Elsőként a Budapesti Japán Iskola növendékei egy kis dobjátékkal kedveskednek nekünk. Szent! Mester úr, Attasé úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Haiku. Ha kimondom a szót, alig van átlagosan művelt magyar ember, akinek ne a költészet és ne japán jutna az eszébe róla. Meg valami a szótagokról, a ritmusról, a lányokról. Igen, a haiku japán versforma és versfajta egyszerre, amely a maga végletesen leegyszerűsített formájában, az a szöveg minimumával a lehető legtöbbet, magát a teljességet fejezi ki. De hogyan? Nos, ez az, aminek az elemzésével nem vállalkoznék, egyébként magamnak is a például haiku szerzőnek kellene lennem, hogy néhány mondatban egy egész könyvtárnyi mondatot sűrítsek bele. Hiszen nagyon sokat tudunk a haikuról, de a legfontosabbat az az, hogy mitől is lesz tökéletes adott esetben a versben felhasznált néhány szó együttese, mégsem tudja megmondani senki sem. A haiku, ha úgy tetszik, maga a titok, a költészet, a gondolkodás, a filozófia titka. Minden esetre, hogy mennyire izgatja ez a titok a 21. század emberét is, jól érzékelteti már az is, hogyha beütöm a Google keresőbe a haiku szót, néhány
tövedék másodperc alatt több mint 6 millió találatot jelez a gép, ami nem kevés, különösen ha arra gondolunk, hogy a másik legendás versformának, a nyugati költészet szonettjének alig, idézőjelben, 130 ezer találat jó. Van az interneten külön haikulap, van külön honlapja a magyar haiku költőknek, és az egyik szócikk természetesen Kosztolányi Dezsőt említi, aki az egyik leghívesebb magyar haiku fordító költő volt, és 30 haiku címmel jelent meg kötete is. A többi között ezzel a haikuval. A holt ma éjjel izzón tündökölt, fehér csevesznyéskert lett a tüzében, a bús pamutva föld. Elvileg ugyanez a vers semmiben nem felel meg a haiku tevedelmével, szerkezetével kapcsolatos követelményeknek. A versmóra szerint ugyanis a szabály szerint 17 molából a nyugati verselésben szótagból áll, mégpedig három sorban, soronként 5, 7, illetve megint csak 5-ös szótagi alányban. Mégis ezt a haikut idézi a csoport, nevezetesen Bakos Tamás, annak illusztrálásaként, hogy idézem, a haiku az ember perciletének kozmológiája. A nagy lehetőség, hogy a mindennap hangya szituációjában a világmindenség élményét birtokoljuk, pillanatokra a szemvillanásra. A keleti bölcsesség szerves része az emberi magányba oltott belenyugvás heroizmusa. Ahogyan az ötkor csoport tagjai köszöntőjükben továbbiakban írják, a haiku a vizualitás nyelvezetével nem fordítható le közvetlenül. Ha lehetne, szükségtelenné válna az a forma, amely haikuvá teszi. Vagyis megváltozna esztétikai mibenléte, megváltozna, mint esztétikai tárgy. Olyan esztétikai tárgyat viszont készíthetünk, állítják, amely a természeti lét apróságaival, a hétköznapi motivumok banális találkozásaival képes világhelyzetünket modellezni, sejtetni. A létrehozási vágy megfogalmazásának folytonos igénye a legszűkszavúbb szakmai nyelvezettel megálmodott monumentalitás. E gondolat alól nem téved ki a képzőművész sem. Nem a részből következtetve kívánja láthatni az egészet, hanem az egészet körülvévő mítosz falait áttörve jutni el azokhoz a letisztult következtetésekhez, amelyek magukban hordozva írják újra a látványt, a gondolatot. Nos, a 2005-ben alakult ötkor képzőművész csoport a fentiek szellemében fogalmazta meg munkáit. Ezt olvassuk a kiáltásokat értelmező magyarázó szöveg végén, és immár egyetlen feladatunk marad, nevezetesen az, hogy szemügyre vegyük, mennyire felelnek meg a munkák az alkotóik által magukkal szemben támasztott követelményeknek. Vannak-e az általuk készített esztétikai tárgyak között olyanok, amelyek a természeti lét apróságáinak, hétköznapi motivumok banális találkozásával fejeznek ki világhelyzeteket, modellezik a világot, sejtetik ezt a teljességet. Milyen is az a legszűkszabúbb szakmai nyelvezetben megáldozott monumentalitás, és hogy sikerül-e az az egészet körülvevő mítosz falát áttörve eljutni azokhoz a letisztult következtetésekhez, amelyek magukba hordozva írják újra a látványt, a gondolatot. Képes-e megérezni a néző például a nád súgását ábrajzolt a festőművész lapjain, amelyek arra a rendkívül bensőséges viszonyra utalnak, amelyet a japán ember a múltban a természettel kialakított, és amelybe a szószoros értelmében berobbannak azok a tragikus események, amelyek a 20. század közepén a történelemhez, az utóbbi években pedig az energiatermeléshez, illetve a különböző természeti katasztrófákhoz kötődnek. A művész más munkái, amelyeken egymás fölött jelennek meg lecsiszolt kavicsok, egyszerre utalnak az embert körülvevő ősi formákra, és azok az atomfelhőkre, amelyeket formák és a bennük lévő értékek megsemmisülését jelzik, vagy legalábbis mint fenyegetésként megidézik. Lehet-e újjáépíteni a teljességet a tövedékekből, korhat ajtódeszkákból és plexilapokból, rostás vasdarabból és üveglemezből? Egy-egy tőmondatos kérdés mindegyik mű, ha nem is 5-7-5-ös, de ahhoz nagyon hasonló szerkezetben. Bakos Tamás kompozícióin kicsiny, gubbasztó figura figyeli a gyep felületét, de a csillagok között jár, karja a felegekbe kapaszkodik, ahogyan azt a művek alkotója a közös programban is megfogalmazta. Hangya monumentalitás írta. Amúgy szóra sem értelmes, képbe sem kívánkozik. Írtózik minden olyan mozzanattól, amely posztamens emelné, amely bronzba öntené. Egyszerűen csak van. Vagy nem is olyan egyszerű ez a létezés? Kérdezhetjük. Hiszen egy kicsiny figura
Az egyik oldalról azt a több évezredes tradíciót sűríti magába, amely a japán művészetet jelenti, legyen szó fametszetről vagy kifinomult iparművészeti tárgyakról, sárkányrepülőről vagy origamiról, azaz papírrajtogatásról. A másikon pedig azokat a kézműves hagyományokat, amelyek a kézzel merített papír, Bakos Tamás művei alapanyagában is megjelennek, olyan dekoratív elemekkel ötvöződve, amelyek megint csak szerves részét képezik a japán tradícióknak is. Erre mondják azt, hogy termékeny találkozás. Magyar József festőmész munkáiból most sem hiányzik a humor. De hogyan is hiányozhatna? Olyan lenne ez, mint a kenyérkeltetéskor éppen az élesztőt hagyják ki az anyagból. Természetes tehát, hogy a művei kommentáló szövege is bővelkedik humoros elemekben, hiszen a nem új keletű japán-magyar nyelvokosság gondolatából kiindulva eljut odáig, hogy a japán vers elnevezésében éles szemmel, akarom mondani éles füllel, felfedezi a vigadozást kifejező magyar ihaj, csuhaj kiáltások magyarázatát. Nagyon a szokásosnál ugyan néhány fokozattal visszafogottabb, de szerencsére még így is igen dinamikus kompozíció jelzik, a haiku szerinte vagy az ő műveiben képes rá, hogy mozgásban ragadja meg az állandóságot, és bár ugyanazt még sohasem mondta, hogy közös, kedves városunkban, Hajdúböszörményben különösebben Feldeszemben néztek volna valamiért, valamikor, ottan élményi hatását mutatják a következő sorok, elejbe vágta a ránk boruló korom ég riadt nappalok. Íme a Magyar Józsefi Hajdú haiku. Bodnár Imre grafikus művész és Hulev Ágoston festőművész számára valóban a legkevesebb elég ahhoz, hogy a legtöbb megragadására törekedjen. Az előbbi számára a ceruza, utóbbinak a pasztelkréta. Bodnár Imre fosszíliáin törékeny vonalak szabdalják a papír felületét, mintha csak azokat az irányokat keresnék, amelyekben haladva a töredék, az élet egy-egy megkövesedett darabja kiegészíthető lenne. A felület azonban a maga simaságával, ürességével nem ad fogódzót, nincsenek tájékozódási pontok, így marad meg önmagában a valamikori teljesség dokumentumaként a töredék, miközben a maga kicsinségében is a legkülönbözőbb minőségek sokféleségét, magát az egykori teljességet mutatja fel. Hulev Ágoston pasztelyein ugyancsak a rész és az egész viszonyának a problematikája jelenik meg. A lét teljessége megragadásának a lehetősége vagy lehetetlensége a kérdés. Egyben pedig, akárcsak Bodnár Imrénél, a grafikai és festői elemek szintézésének a lehetősége a lehetetlensége. Egy-egy újtópontból kiinduló vagy oda visszatérő vonalai körül dinamikus erőterek alakulnak ki, a vonal expresszív erejét finom színátmenetek, lassú áttűnések ellenpontozzák, szelidítik, a mozgás és a nyugalom harmonikus együttese jellemzi mindegyik alkotását. Hogy azután a mitosz falát tövje át, vagy valami mást, azt nem tudom, az azonban bizonyos, hogy műveiben az újraírt látvány tömör, mégis sokat mondó, asszociációkban gazdag, itt a haiku. Köszönöm figyelmet! Köszönöm még egyszer a Budapesti Japán Iskola növendékének és Pészabó Ernőnek a megnyitót, és most várjuk önöket egy kis zöld teával, pezsgővel, üdítővel a büfé asztalokon. Köszönöm szépen! Köszönöm.